A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Győrpuszt Televízió hetente jelentkező egészségi életmód magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban azzal foglalkozunk, ami mindenki számára a legfontosabb, az egészségünkkel. Hétről hétre egy fontos kérdéskörről beszélgetünk vendégeimmel, megismerhetjük a szakemberek véleményét arról, hogy miként kerülhetjük el a betegségeket, illetve mit tehetünk akkor, ha már megjelennek az első tünetek. Hazánkban a hirtelen halálozásokért elsősorban a szívinfarktus felelős, de nagy számban következik be haláleset agyi érkatasztrófa következtében is. Az időjárás változásai befolyást gyakorolnak szervezetünkre, melynek hatására különbözőképpen reagálunk, illetve ezeket a reakciókat különbözőképpen éljük meg. Ezek lehetnek fizikai élettani, illetve lelki változások egyaránt. Mai adásunkban a frontok emberi szervezetre gyakorolt hatásáról lesz szó. Tartsanak velünk! A fronthatások megviselhetik a mozgásszerveinket és ízületeinket egyaránt. Ilyenkor gyakran paraszkodunk egymásnak, hogy itt szúr vagy ott fáj. Régi műtétek, csonttörések helye is érzékenyen reagálhat az időjárás változásra. Lássuk, milyen mozgásszervi panaszokat tud okozni egy-egy elvonuló front a reumatológus tapasztalatai alapján. Tapasztalatból tudjuk, hogy a frontok hatását nagyon is megérezzük. Változó mértékben van, aki nem érzékeny, idézőjelben a frontokra, van, aki pedig nagyon is érzékeny. Őket hívjuk front érzékenyeknek. Hát nagyjából statisztikák szerint a lakosság 18%-a nevezhető front érzékenynek. Ezen belül változik az, hogy ki hideg frontra, ki meleg frontra, ki mind a kettőre érzékeny. Tapasztalati tény az is, hogy gyerekek kevésbé frontérzékenyek, és ahogy halad a kor előre, ez egyre inkább emelkedik, és gyakoribbá válik. A frontok azok mindig is hatottak, és mindig is hatni fognak az emberi szervezetre, hiszen a frontokat nem tudjuk elkerülni. Akkor beszélünk frontról, hogyha két különböző levegő hőmérsékletű tömeg találkozik egymással, és attól függően nevezzük el a frontokat, hogyha egy melegebb levegőtömeg, gyorsabban mozgó melegebb levegőtömeg találkozik egy hidegebbel, akkor melegfrontról beszélünk, ha ez fordítva történik, akkor hidegfrontról. És azok a paraméterek, amelyeket ismerünk egy fronttal kapcsolatban, hogy annak hőmérséklete, légnyomása van, páratartalma van, illetve elektromágneses tere van, ezek befolyásolják a szervezetünk működését. A szervezetnek van egy csodálatos szabályozó mechanizmusa, ez egy idegrendszeri és egy hormonális szabályozás, ugye ezt hívjuk közösen neurohormonális szabályozásnak. Ezen belül az idegrendszernek két alapvető vegetatív funkciója van, az egyik a szimpatikus, a másik a paraszimpatikus. És az a tapasztalat, hogy a szimpatikus idegrendszert a melegfrontok dolgoztatják meg, míg a paraszimpatikust a hidegfront. Hát ebből jönnek a jellegzetes tünetek. Tehát, hogyha egy melegfronti hatás van szimpatikus tünetekkel, akkor ez egy szapora szívveréssel, emelkedő vérnyomással, emelkedő vércukorszinttel járó tüneteket okoz. Tehát itt a keringési betegségek azok, amelyek súlyosbodhatnak, a szívbetegségek, a ritmuszavarok, esetleg az infarktus, és a cukorbetegség, ami súlyosbodhat. A hidegfrontál a paraszimpatikus, itt pont az ellenkezője zajlik, tehát ez a két idegrendszeri funkció az egyes szerveken pont ellenkező funkciókat lát el, tehát itt esik a vérnyomás, esik a pulzusszám, esik a vércukor, tehát pont a fordítottja, illetve itt a görcskészség az, ami fokozódik, tehát a légzőszervi betegségek, a kishörgőkben található simaizók, amik összehúzódnak, asztmás rohamok gyakoriak hidegfrontnál, fejfájás, migrén gyakori hidegfrontnál, és a mozgásszervi panaszok jellemzően hidegfrontra fokozódnak. Ízületi és gerincpanaszok, izomfájdalmak. Tehát ezek jellemzően hidegfronti hatások, de
nincs éles átmenet, tehát van, aki fejfájással tud reagálni egy melegfrontra is természetesen. Általában a frontoknak az elektromágneses hatása az már a front előtt itt van. Tehát akkor van az, amikor az ember azt mondja, hogy holnap vagy holnap után itt a front, és már érzem. Tehát az még nem a hőmérséklet, az még nem a légnyomás, az általában legalábbis amit ma tudunk róla, azok az elektromágneses hatások. A hidegfront az egy gyorsabban mozgó front, tehát általában azt mondják, hogy a hidegfront akkor okoz panaszokat, amikor már itt van, míg a melegfront az már jellemzően akkor, amikor még csak odébb van, tehát távolabb van, még nem érkezett meg. De én úgy tapasztalom, hogy a frontokat az ember, ha érzi, akkor azt már előre érzi általában. És gyakran tapasztaljuk azt is, hogy csonttörések utáni már meggyógyult csonttörés, ugye, amikor az ember érzi, hogy jön a front, előre megérzi. Tehát ez is egy olyan jellemző szituáció, amikor az emberek előre már tudják, mert akkor fokozódik az a régi csonttörésük, ami már meg is gyógyult, de mégis előre jelzi a frontok érkezését. Aki frontérzékeny, az tudja, hogy bármit is csinál, bizonyos mértékben meg fog érezni a frontot. Esetleg enyhíteni azt lehet, és erre többféle trükk van. Én úgy gondolom, hogy gyógyszerekkel ezt nem lehet befolyásolni. Gyógynövényekkel, gyógynövényekből készült teákkal. Van, aki azt mondja, hogy a szauna nagyon jó hatású, hogyha előtte szaunázik. A mozgást mindig említik, a testmozgás az mindig fontos, tehát testmozgással. Ugyanis a testmozgás az hozzájárul a vérkeringés fokozáshoz. És az egy ismert dolog, hogy ha a levegő tömeg hőmérséklete változik, akkor a szervezet ahhoz próbál alkalmazkodni, és ha fokozottabb a vérkeringésünk, akkor ez gyorsabban megtörténik. Mert igazából meglévő betegségeket és meglévő panaszokat fokoz egyszer, de másrészt nagyon sokszor frontokra jelentkezik egy addig nem ismert, vagy csak nagyon régen, és már régeség meggyógyult, vagy elmúlt panasz. Tehát akár most a mozgásszervi betegségeknél nyakfájdalom, derékfájdalom, vállkörüli fájdalmak, lágyrészgyulladások, ezeket úgy is szoktuk mondani, hogy ki hozza a front. Tehát addig semmi nem volt, és derültékből villámcsapás, és egy nap alatt jönnek, mintha fertőző lenne. Tehát azokon a rendeléseken, ahol nincs hosszú várakozási idő, ott lehet követni a frontok hatását. Ahol hosszú várakozási idő, ott nyilván ez a hatás ez kiesik. Tehát ahol 3 napot kell várni, ott már a frontok hatását nem fogjuk észlelni. De ahol nincsen, ott nagyon lehet látni, hogy most volt egy front. Ezek a lágyrészgyulladások, ezek jellemzően krónikus panaszok, tehát szeretnek elhúzódni, és sajnos nem úgy van, hogy ahogy jött, úgy el is megy. Tehát sokszor rá kell segíteni. A frontérzékenység egyénenként különböző formában jelentkezhet. Bizonyos átlagos idegrendszeri tünetek mindkét fronthatás esetében előfordulhatnak, mint például a levertség, ingellékenység, nyugtalanság, alvászavar, a reflexek lassulása, a koncentráló képesség csökkenése és a fejfájás. De most lássuk, mi a gyakorlati tapasztalat az ideggyógyásznak, amikor a frontok jönnek. Már az állatvilágban is megfigyelhető az, hogy a kutyák vagy a madarak megérzik azt, hogyha egy erős vihar jön. Ugyanúgy az emberi szervezetnek ezek a szenzorai azért nem annyira érzékenyek, de képesek vagyunk ezt észlelni, és az a szervezetben bizonyos változásokkal jár. Vegetatív idegrendszer, ami szimpatikus, paraszimpatikus részből áll, az finom változásokkal reagál erre a front érkezésre, és ez bizonyos életleni folyamatokat megindít, amik bizonyos betegségeket, különösen, hogyha valaki hajlamos rá, elősegíthet. Itt a szív- és érrendszeri betegségek legismertebbek. Az érrendszeri betegségek közül az én szakterületem elsőben a neurológiai érrendszeri betegségek, a sztrókoknak az előfordulása sokkal gyakoribbá válik. Az epilepsziás betegek, akik szintén neurológiai betegek, sokkal gyakrabban kerülnek be sürgősségi osztályokra, vagy otthon esetleg tapasztalnak sokkal gyakrabban epilepsziás rohamokat, ezeknek a gyakorisága is jellemző, illetve bizonyos instabil állapotok, amikor valaki szédülés miatt nagyon rosszul jár, akár központi idegrendszeri szédülésre romlanak ezek alatt a frontok alatt,
ilyenkor egy bizonyos finom egyensúly, ami mellett a beteg még megfelelően képes járni, ez megbomlik, és sokkal rosszabb lehet a járása a későbbiekben. Az epilepsziás roham különféle módon jelentkezhet. A leggyakoribb módja, akit talán legtöbben ismernek, az egy nagy roham, amikor a beteg elveszíti az eszméletét, megfeszül mind a négy végtagjával, megharaphatja a nyelvét, és be is vizelhet, és egy rángatózása nagyon jellemző, amit mindenki észrevesz, amikor egy ilyen beteget tapasztal. A rángatózás után pedig egy ilyen eszméletlen állapot, esetleg zavart tudatú állapot, amikor már magához tér, akár 10-20 percig, több óráig is eltarthat, szokott fellépni. Ez a típusos nagyroham, de ezen kívül az epilepszia olyan formában is jelentkezhet, hogy egy pillanatos megrekedés, amikor nem emlékszik a vele történtekre néhány másodpercre, egy összeesés formájában, akármint egy ájuláshoz hasonló formában is jelentkezhet epilepsziás roham, illetve féloldali végtagrángatózás, végtagzsibbadás, vagy egyszerűen egy zavart állapot, ami néhány óráig is tarthat a beteg esetében. Ez mind-mind az epilepsziának a megjelenése, de a legtípusosabb valóban az, amikor eszméletvesztés, rángatózás és egy tudatborult állapot ezt követően alakul ki. Ilyenkor még azt hozzátenném, hogy az epilepsziás rohamok, hogy szaporodnak, ennek a hátterében az is állhat, hogy a beteg ilyenkor front idején feszültebb, nyugtalanabb, egy ilyen pszichés háttér van, kevésbé tud koncentrálni, mint általában mindenki, és nem veszi be a gyógyszerét adott esetben, ez is elősegítheti a rohamok kialakulását nagyobb számban a frontok idején. Ilyenkor a legfontosabb az, hogy a betegnek a fejét védjük, tehát hogyha valahol magasban van, mondjuk egy széken, ahon itt leeshet, vagy egy árványon leeshet, akkor inkább fektessük le, nem kell székre ültetni, nem kell felállítani erőszakkal, hanem fektessük le az oldalára. Tehát ez egy stabil oldalfekvésként tanítják ezt a helyzetet, de egy laikus, aki nem ismeri ezt, lényeg az, hogy ne a hátán feküdjön, hanem az oldalán, hogyha váladék van a szájában, vagy a nyelve hátra csúszik, akkor ne okozhasson fulladást, és ezzel már nagyon sokat segítettünk. Azon kívül azt hiszem, hogy laikusként sokat nem tehetünk, érdemes megvárni, hogy a roham elmúljon, 99%-ban a roham el fog múlni néhány percen belül, és akkor ha elmúlt, akkor lassan fel magához tér a beteg. Ha nem múlik el a roham, akkor természetesen mentőt kell hívni és a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ha hosszas, bizonyos, inkább hideg vagy inkább meleg időszakot követ egy hirtelen nagy erejű front, akkor szokott a beteg jönni. Viszont, hogyha egymás után több front jön, akkor úgymond az első front idején szokott inkább nagyobb betegforgalmunk jelentkezni. Néha meglepő módon várjuk, hogy sok beteg fog jönni, és mégsem következik be egy frontnál. Hát ez például olyankor lehet, amikor egymás után a harmadik, negyedik front is volt már, ami már az olyan állapotú betegeket érintette, akik instabil, nem voltak annyira stabilak, akiknek az egyensúly állapotából könnyebb volt a kibillenés, úgymond. Lehet rá készülni, és azért amennyire lehetséges a dolgok megelőzése, hogyha az időjárási jelentések arról szólnak, hogy közeledik egy front, akkor nem érdemes valami nagyon nagy fizikai tevékenységbe fogni, különösen, hogyha valaki tudja magáról, hogy frontérzékeny ilyenkor, a vérnyomása hajlamos, a felugrása, esetleg ritmuszavarai lehetnek, érbetegsége van, ami érinti az agyat, vagy egyéb területeket is, akkor fokozott óvatosság és kímélet kell mindenkinél. Természetesen, hogyha észleli magán a tüneteket, most az én szakterületemben a stroke tüneteit, tehát hogy beszédzavar, vagy féloldali arcferdesség, vagy kéz, vagy lábgyengeség, akkor nem érdemes várni semmit, mert egyre inkább, hál' Istennek itt írott és az elektronikus sajtó jóvoltából egyre inkább terjednek ezek a tünetek, hogy be kell jönni a kórházba, de egyre inkább azt is tapasztaljuk, hogy valaki két nap múlva jön be, és persze tudja a tüneteket, amiket kellene tudnia, pontosan tudta, hogy mi a problémája, de mégis két napot vár. Tehát ezeket a dolgokat is meg kellene javítani, és nem érdemes ilyenkor várni, tényleg be kell jönni. Természetesen vannak olyan nagyon finom tünetek, amik pánikra adhatnak okot, például valakinek átmenetileg elzsibbad valahol néhány ujja, vagy egy picit bizonytalanabb lesz egy fordulás után. Ezek nem olyan tünetek, amikkel feltétlenül be kell jönni egy sürgősségi osztályra, de ezek tartósak, ismétlődnek,
és a mindennapi életet megnehezítik, akkor nem érdemes várni, jobb inkább diagnózisra jutni mielőbb ezeknél a betegeknél, mint hogy várni néhány napot, és akkor már egy olyan állapotba kerül be a beteg, amikor már sokkal kevesebbet tudunk segíteni a betegségén. Még egy érdekesség talán itt az időjárás változás idejében, hogy néha déli szelek idején, és a sivatagok mellett ilyen fönnszél, sivatagi port is felhozhat akár még egészen Európáig is, de például Cipruson, vagy Izraelben, vagy Egyiptomban ez elég gyakori jelenség, hogy homokviharral társul ez az időjárás változás, és ilyenkor megfigyelték, hogy rendkívül nyugtalanok, agresszívek lesznek az emberek az egyéb egészségi következményeken kívül még. Ez szerencsére nálunk nem jellemző, de ott egy külön speciális területet jelent még az időjárás változások területén ez a homokviharral szövődött időjárási front. Hazánkban általában évente 100 alkalommal éri hideg, illetve meleg fronthatás az embereket. Valaki jobban, valaki kevésbé éli meg ezeket. Érdekesség, hogy hidegfront esetén inkább a front átvonulása után jelentkeznek a tünetek, ilyenkor pedig megemelkedik a kolaszülések gyakorisága például. Most viszont lássuk, hogy milyen hatást gyakorolnak az időjárási frontok a szívbeteg emberekre. Közismert dolog az, hogy minden élő szervezet, így az ember is, a környezetével szoros összefüggésben működik, állandó kölcsönhatás érvényesül. Amit tudunk például magunkról, ha meleg van, melegünk van, ha fázunk, ez a hidegben van, fázunk, de ezen kívül sok más környezeti hatás is érvényesül, a légnyomás, ion összetétel és sok minden olyan, ami az élő szervezetet befolyásolja. Ez az emberi szervezetre is hat. Elsősorban ez a betegeknél lehet veszélyes, mert sokszor a fiatalok észre sem veszik, hogy ilyenről van szó. Bár tudunk olyanról, hogy főleg sportolóknál, hogy a sport teljesítményt is éppen azzal magyarázzák meg, akár jó, akár rossz irányba, hogy nagyon jó vagy nagyon rossz volt a környezeti hatás, az időjárás. A lényeg az, hogy a frontok hatását egyénileg kell elbírálni. Valamelyik beteg már önmagában tudatosítja azt, hogy bizonyos fronthatások kapcsán panaszok előjönnek, vagy fokozódnak. Másoknál az orvos veszi ezt észre. Például különböző szakmában azt már tudjuk, hogy például egy meleg front esetén halmozottan a kismamák megszülnek, és akkor ötször annyi szülés fordul elő egy nap, mint egyébként elő szokott fordulni. De ez a balesetekben is előfordul, még néha halljuk is a meteorológus figyelmeztetését, hogy tessék vigyázni, mert a koncentráció változik, és így tovább. Tehát egy csomó olyan dolog van, és konkrétan szívbetegeknél nagyon lényeges, mert mi is félünk, ha ügyeletesnek kell lennünk egy nagyon frontos időszakban, mert halmozottan jönnek a sztrókok, a szívinfarktusok, vérnyomás kiugrások, ebből adódó és szőrszívbetegeknél a különböző szövődmények ilyenkor halmozottan jelentkezhetnek. Ami komolyabb és minket leginkább foglalkoztató kérdés, az az idősebb szívbeteg embereknél, mert a nagyon nem mindegy. És ahogy a szülészetnél örömteli dolog a kisbabák érkezése, úgy a kardiológiai ügyeleten vagy a intenzív osztályokon nagyon nem örömteli, hogy bizonyos fronthatásoknál a vérnyomás kiugrás és ezzel kapcsolatos betegségek, tehát általában a stroke, agyér katasztrófák, vagy a szívinfarktusok halmozottan előfordulnak, vagy másik oldalról pedig esetleg a trombózis hajlam növekszik, és az ebből adódó embóliás veszélyek, vagy szövődmények jelennek meg halmozottan, és ezek most már bizonyíthatóan összefüggenek ezekkel a fronthatásokkal is. Egyénre lebontva. Ez azt jelenti, ha valaki tudott, ismert szívbeteg, vagy valami olyan jellegű betegsége van, ami a vereket érinti, és ez miatt gyógyszerelik, vagy ellenőrzésre jár, célszerű ezt saját magával és a kezelő orvosával tisztázni. A beteg saját maga is meg szokta figyelni, hogy mindig jó a vérnyomásom, de ha jön a divatar, akkor fölugrik és így tovább. Ezt meg lehet beszélni, hogy akkor mi a teendő, és jó esetben ez könnyen nyomon követhető, vagy kivéthetők az ilyen jellegű káros hatások. Nem mindig védhetők ki, és aki frontérzékeny, mert
különbözőek vagyunk ebből a szempontból. Aki nagyon frontérzékeny, az továbbra is frontérzékeny marad, de nem mindegy, hogy ez most veszélyt jelent számára, vagy pedig egy ártalmatlan és tudomásul veendő egyéni adottságról van szó. Magát ugye a frontokat kivédeni nem tudjuk, ez ugye mint globális felmelegedés és más téma nem ide tartozik, de számolnunk kell azzal, hogy a jövőben még esetleg a eddigi sem kicsiny fronthatások még kifejezettebben fognak jelentkezni, tehát készülnünk kell rá és valóban foglalkozni kell a témával. Kivédeni nagyon egyéni dolog, hogy mennyire lehet. Van olyan nagyon nekem nagyon tetsző beteg, aki amikor tudja, hogy meleg front van, és megengedheti magának majdnem, kijelenti, hogy most katasztrófa helyzet van, és elmegy, és pihen, és nem csinál semmit. Mindenképpen a frontérzékeny betegeknek komolyabbra fordítva tanácsos, hogy amikor érzik, hogy fronthatás van, vagy tudják, hogy jön a front, akkor lehetőleg a napirendjüket, teendőiket úgy intézzék, hogy ne legyen aznapra halmozott, vagy csúcsra járatott tevékenység, vagy adott esetben többet pihenjenek, az a betegség súlyosságától függ, amit az orvos utasításában úgy is elmond, hogy mire van szükség. Kimondottan a front hatásokat csökkentő gyógyszerelést ilyen értelemben nem ismerünk. Amit befolyásoljuk, tulajdonképpen a frontok a vegetatív idegrendszerünkön keresztül hatnak, pulzus, vérnyomás, érgörcs, trombózis, hajlam egyébként keresztül, ezekre tudunk hatni. Hogy ez szokványos gyógyszer, vagy gyógytea, vagy csak olyan szer, amivel azt hiszük, hogy jó, tehát ilyen értelemben az úgynevezett placebo hatás is sokat jelent. Azt hiszük, hogy az antifront, akármicsoda, az nekünk jó. Ha jó, akkor tessék használni. Még azt sem mondom, hogy ártalmas. Biztos, hogy ezek a gyógyteák, természetgyógyászati készítmények kárt nem tesznek. Ha valakinek annyi elég, hogy főz egy jó teát magának akkor, amikor ez a panasz van, vagy megfájdul a fejem, mert jön a zivatar, akkor ez egy jó megoldás, és akkor nem kell komolyabb gyógyszerelés. De ebből általános szabályt nem lehet levonni, mert van, aki meg se érzi, és van, akinek tényleg komoly panaszok vannak, és adott esetben akkor orvosi utasítás vagy gyógyszerelés szükséges. Az időjárás, a légnyomás megváltozása nem csak a testünket, hanem a lelkünket is megviselheti. Most lássuk, hogy milyen hangulati változásokat vagy alvásra összefüggő panaszokat okozhatnak a különböző fronthatások. Köszöntöm a stúdióban dr. Radics Juditot, aki pszichiáter és alvásterapeuta főorvos. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Csapjunk bele. Hideg front, meleg front. Van-e valami különbség a tapasztalatod alapján a különböző fronthatásoknak az emberre gyakorolt emberi lelki problémákra gyakorolt hatásában, vagy pedig amblokk, aki amilyen fronta érzékeny, az mindig arra érzékeny, illetőleg, ha igen, akkor milyen jellegű változások ezek? Csak ugyan azt a választ tudom adni, hogy általában az adott emberek habitusától függ, hogy adott típusú fronthatásra, hidegfrontra, melegfrontra hogyan válaszol a szervezetük. Általában melegfrontra, mivel a meleg kitágítja az ereket, tehát testi-lelki egységről van szó, inkább álmossággal, nyomottsággal szoktak a legtöbben reagálni. Nagyon gyakori a fejfájás egyébként mindkét fronthatás esetén. Akik pedig a hidegfrontra érzékenyek, azok inkább ingerlékenyebbek szoktak lenni, már előző nap rosszabbul alszanak, kialvatlannak érzik magukat, és az előbb említett általában fejfájás vagy ízületi fájdalmak külön kínozzák őket. Tehát ez még ingerlékenyebbé teszi az embereket. Ha fáj valami, akkor általában az emberek ugye nem nyugodtak. Ugye az érdekes dolog, amit mondtál, hogyha valakinek testi panaszai vannak, akkor nyilván a lelke is reagál rá, de vajon visszafele ez igaz-e? Tehát, hogyha valaki mondjuk lelkileg labilisabb, akkor könnyebben érzi a testi tüneteket? Mindenképpen. Ugye eleve, vagy nehezebben éli meg talán? Talán így is lehetne mondani, igen. Ez a kettő abszolút összefügg. Mit tanácsolhatunk a betegeknek? Tehát, hogyha mondjuk nem is tudják azt, hogy fronthatás van, de mindenképpen vagy ingerlékenyebbek, vagy mondjuk kókattabbak. Ugye általában azt látom, hogyha valaki idegnek rossz napja van, ugye általában ezek a fronthatásokat úgy éljük, hogy rossz nap
kutyánkunk van, akkor általában ugye 4-5 reakció szokott lenni, vagy elkezd az ember kávét vedelni, vagy elkezd alkoholt inni, vagy összeveszik a környezetével, vagy lefekszik aludni, és az ötödik pedig, vagy pedig bekapog egy-két dilibogyót, és akkor majd csak nyugodtabb lesz a helyzet. Ezek jó megoldások, vagy pedig más megoldás? A megoldás. Az a helyzet, hogy ezek gyakori megoldások, de nem jó megoldások. Úgyhogy egyrésztről azt mondom, hogy nyilván nem lehet mindig figyelni, hogy éppen milyen front jön, tehát az időjárási meteorológiai előjelzéseket az ember nem tudja állandóan követni, de hogyha észreveszi valaki, hogy az adott napja ingerlékenyebb, más, mint szokott lenni, nem olyan jó a közérzete, esetleg veszekedősebb, érdemes, hogyha gondol rá, hogy esetleg egy front az, ami okozza nála ezeket a panaszokat. Az ilyen álmosságnál túlzott kávézás gyakori. Az is gyakori, hogyha valaki feszültebb, különösen este, ha hazaér a munkából, italozik. Mégis én inkább azt mondanám, hogy a megfelelő folyadékbevitelre érdemes figyelni. A magam ami részéről nem alkohol, ugye, nem alkohol. A magam részéről teákat, gyógyteákat javasolhatok. Melyik fajta gyógyteát körülbelül? Általában a citromfűte a beszokott válni, illetőleg vannak olyan teakeverékek, amire rá van írva, hogy nyugtató hatású tea. Nagyon sok embernél macskagyökér tartalmú teák jó hatásúak szoktak lenni, különösen este. Már maga a procedúra is megnyugtatja az embert, nem hogy teát készít. Nagyon kellemes egy forró vízben elkészíteni egy teát. Tehát még egyszer mondom, a bő folyadékbevitel, és akkor nyilván már 30-40 évesen is érzékeny lehet valaki a frontra, de ha valaki idősebb, 60-65-70 körül van, és tudomása van róla, hogy vérnyomás problémája van, esetleg vérnyomás csökkentőt szed is, annak érdemesebb ilyenkor a vérnyomását leellenőrizni, mert felugorhat, és akkor azt a későbbiekben a kezelőorvosával megbeszélheti. Mozgás. Feltétlenül ajánlom, leginkább reggel, de ezt is tudom, hogy a gyakorlat az, hogy főleg ősszel beindul az iskola szezon. Rohanás tehát van. Rohanás van. Úgyhogy nyilván egy ajánlásnak kell lenni, és a reggeli mozgás erre az ajánlás. Befelébreszti a szervezetet egy kicsit? Egy kicsit, igen. De egyébként az jutott eszembe, hogy egyre többen járnak biciklivel a munkába, akik megtehetik, az egy kitűnő indulás. Miért nem este, mikor hazamegy az ember, és hogy kimozogja magából a problémákat, az nem jó? Lehet este is mozogni, de akkor már inkább csak egy könnyű séta szokott ajánlott lenni, mert felébreszti a szervezetet, aktivizáló, igen, aktivizáló funkciója van. Tehát alvázolható. Táplálkozás? A táplálkozásnál azt kell, hogy mondjam, könnyű mondani, hogy könnyű vacsorát tegyünk, hiszen legtöbben este érnek haza, összeül a család, van, aki egész nap nem eszik. Nagyon gyakran tapasztalom, hogy azt mondják a klienseim is, hogy egyszer esznek egy nap nagy vacsorát. Mégis az volna ajánlott, hogy odafigyelni egész nap az étkezésre, és a vacsora könnyű legyen, ne legyen lehetőleg szénhidrátban gazdag, a cukrokat mindenképpen, a fehér cukrokat indokolt kerülni, mert nagyon komoly élénkítő hatásuk van. Tehát akkor zöldségek meg... Zöldség elsősorban. Igen, a halat különösen, ha bár tudom, hogy sokan nem szeretik, de akkor is egy hal, egy csirke, valamilyen könnyebb vacsora, lehetőleg zöldséggel, zöldekkel, még a gyümölcs is, bár hát hogyha magas cukortartalmú, kevésbé ajánlott, de még az is hasznosabb, mint egy konkrét tészta cukorral. Azok a betegek, akik pszichiátriai kezelés alatt állnak valamilyen oknál fogva, azok hogy reagálnak a frontokra? Érdekes jobban módon, vagy kevésbé? Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy jobban. Például, hogyha valaki egy kedvezőbb reakciót adnak egy fronthatásra, tehát kevésbé szenvednek a fronthatástól. Ha például valaki egy hangulatzavar, depresszió vagy egy pánikzavar miatt tartósabban orvosi kezelésben részesül, gyógyszereket szed, és már tartósan jó az állapota, nagyon gyakran azt mondja, hogy meg sem érzi, hogy fronthatás van, amiből ugye arra lehet következtetni, hogy egy stabil lelki állapot, egy stabil idegrendszer kivédi az ilyen tulajdonképpen stresszt. Hát ugye agyban dől el, mindenre szokták mondani, igen. És ez erre is igaz. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk ezt. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani akkor, hogy a fronthatások ellen akár a keringés rendszeri betegségek, akár a lelki reakciók tekintetében
hasonló megelőzéseket lehet javasolni, mint a táplálkozás, a mozgás, a folyadékbevitel, illetőleg talán még egy kis pihenés, egy kis pihenés, meg talán az, hogy kommunikáljunk egymással, nem? Tehát a problémánkon beszéljük meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Kedves hölgyeim és uraim, elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Egészségügyi témákról olvashatnak még a Gyöpusz heti lap Vény nélkül rovatában. Jövő héten ugyanebben az időben ismét várom Önöket. Addig is az alábbi e-mail címre bátran írhatnak nekem, bármilyen kérdésük van, mindenre választ kaphatnak. A viszontlátásra!